Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a következő teremtő erő aktiváló videómban. Újra és újra rá kell csodálkoznunk, hogy milyen csodálatos a gondviselés, és hogy amióta irányított életet élek, azóta tele van az életem csodákkal. A mai nap reggel is ilyen volt, hiszen fölkeltem, és olyan gondolatok jártak a fejemben, amik korábban történtek, és azokat az emlékeket idéztem fel magamban, és utána pedig két kártyapaklit megkértem, hogy segítsenek nekem abban az égiek által, hogy ma milyen témát hozzak nektek, és mivel segítsem az utatokat, és mikor kirepült ez a két kártya, akkor egy az egyben egyértelmű volt, hogy a reggel felidézett és magamban előhozott emlékekről kell beszélnem nektek, amik akkor történtek velem, mikor én elkezdtem karmajogázni, és elkezdtem a forrásemlék tisztítással foglalkozni, illetve a szamádi meditációt gyakorolni. Abban az időben én még ingatlan értékesítéssel is foglalkoztam, egy nagyon rövid ideig, 8 hónapig volt ez az életemben, és közben tanultam a mestertől. Most én, ahogy már egy korábbi posztomban is írtam, én okos diákja voltam eleinte, hiszen a karma szótól felállt a hátamon a szőr, az, hogy mesternek szólítottunk egy indiai férfit, az számomra képtelenség volt, hogy én úgy fogom hívni, és tehát az egóm, ez az európai gondolkodás, vagy egyáltalán a neveltetés, vagy amiben nekem részem van és volt, az abszolút nagyon nehezen engedte be azokat az információkat, amiket tőle hallottam. Többször elmondta, hogy 17 órákat meditáljunk, ez is képtelenség volt számomra, hogy ez hogy lehetne, és hogy ez nem e világra való gondolkodás, és hasonló dolgokat gondoltam. Aztán abban az időben kezdtem ingatlan értékesítéssel is foglalkozni, tehát nagyon-nagyon erős változás volt az életemben, hiszen nem csak a mesternél tanultam, ami azt jelenti, ugye, hogy egy nagyon mély transformáló folyamatba bekerültem, hanem egy új szakmát is ki kellett tanulnom, és egy teljesen nulláról kellett kezdenem valamit, ami, hogyha valaki tudja, hogy egy vállalkozást elindít, és teljesen a nulláról kezdi, akkor ott évek is történhetnek, mire befut, mire eredmény van. És a mestertől csak tanultam esténként, éjjelekig tanultunk nála, másnap meg kezdődött a munka, és az első hónapokban nem jöttek úgy az eredmények, ahogy szerettem volna, és akkor a földi gondolkodásom szerint, most már így visszatekintve könnyebben tudok róla beszélni, az akkori földi gondolkodásom szerint, ami ugye azt kérte tőlem, hogy lépjek akcióba, és tegyek meg mindent azért, hogy ingatlan tudjak behozni, és ingatlan tudjak értékesíteni, és hát tett erőre van szükség, de olyan tett erőre, amivel aztán abszolút győzelemre fogok menni, és meg is, el is indultam ebben az irányba, méghozzá azt gondoltam, hogy majd olyan cselekedeteket fogok tenni, amivel biztos, hogy sikerem lesz, és amikor oda került a sor, hogy ki kellett volna szállnom az autóból, és meghozni ezeket a cselekedeteket, ezeket a döntéseket, amiről azt gondoltam, hogy helyesek az akkori gondolkodásom szerint, nem tudtam kiszállni az autóból, hiszen én akkor már tanultam a mestertől, és a mesterem azt mondta nekem, hogy mindent megkaphatunk, ami a szívünkben vágyott élethez vezet, de ehhez nagyon-nagyon sokat kell meditálni, és forrás emléket tisztítani, hiszen a karmikus mintáink, a hitrendszereink azok, amik elválasztanak bennünk a szívünkben vágyott élettől. És akkor meg kellett hoznom egy döntést, és utána még nagyon-nagyon sokszor meg kellett hoznom a döntést, hogy a földi gondolkodás, tehát amikor csak az anyagi javakban hiszek, és csak az anyagi dolgokban gondolkodom,
Onnan elrugaszkodok, és egy hitelteli élet felé elindulok. Miközben én azt gondoltam magamról, hogy tudatos vagyok. Tehát ugye ezt is hozzá kell tennem, hogy amíg én nem karmajogáztam, én hittem, hogy tudatos vagyok, hiszen már több mint 10 éve foglalkoztam önismerettel, számtalan technikát kipróbáltam, és hittem magamról, hogy tudatos vagyok, és hát aztán nagyon gyorsan kiderült, miután elkezdtem karmajogázni, hogy én egyáltalán nem voltam tudatos. Még mindig a földi világhoz, a fizikai síkhoz olyan mértékben ragaszkodtam, ami megengedte azt a fajta szárnyalást és azt a fajta kreatív életet, amit most már tudok élni, de akkor még abszolút nem tudtam. No, tehát visszatérve, hogy ki kellett volna szállnom az autóból, hogy erőteljes cselekedeteket hozzak létre, és azáltal majd a számok törvénye alapján, miszerint ha sok cselekedetet teszek, akkor biztos, hogy sikerre fogok jutni. De ugye ott volt bennem az új elmélet, miszerint, hogyha tisztítom magam, hogyha nagyon sokat vagyok szamádi állapotban, ebben a csodálatos feltöltő állapotban, ahol a sejtjeimet pozitív rezgésbe teszem, illetve karmikus forrás emlék tisztítással keresem azokat a hitrendszereimet, és oldom el magam tőlük, amik visszatartanak engem attól az élettől, amit a szívemben hordozok. Úgyhogy nem szálltam ki az autóból, hanem hazajöttem, és meditáltam. Nagyon-nagyon sokáig nem is tudtam elmondani, nem is mertem elmondani a környezetemnek, hogy én kvázi nem dolgozom, hanem azzal töltöm az időmet, hogy meditálok, és azt sem tudom, hogy ez sikerre fog-e vezetni, vagy nem fog-e sikerre vezetni, de meditálok, folyamatosan meditálok, és meditálok, forrás emlék tisztítást csinálok, meg kirándulgatok. Nekem ebből állt az élet nagyon-nagyon sokáig, tehát 8 hónapig foglalkoztam ingatlan értékesítéssel, és körülbelül 3 hónap ebből állt, hogy én csak ezt csináltam, utána is csináltam, de utána olyan szinten sikerült faragnom magamról ezeket a hitrendszereket és a karmikus mintákat, hogy ugye itt ilyenkor nagyon sok minden felmerül, vállalkozó az ember, új vállalkozás nyit, hogy honnan és miből lesz neki bevétele, mit kellene ahhoz tenni, hogy ez sikerüljön, stb. Stb. És ezeket a hitrendszereket mind le kellett bontanom magamról, és a harmadik vagy negyedik hónap környékén elindult egy teljesen új fordulat, és beálltam egy olyan csatornába, amikor teljesen egyértelmű volt számomra, hogy nem én irányítok, hanem valami rajtam keresztül megtörténik. Már amikor nem szálltam ki az autóból is, és ugye ingatlant kellett volna behozni, akkor is annak a hónapnak is az lett a következménye a meditálás folyamán, hogy a 9 értékesítő tartozott ahhoz az irodához, ahol dolgoztam, és a következő hónapban összesen 9-en 24 ingatlant vittünk be, abból 11-et én, és már számomra ez is extra volt. És a harmadik vagy negyedik hónap után pedig beleálltam egy olyan csatornába, amikor tényleg csak rajtam keresztül történtek meg a dolgok, azt kérdezték folyamatosan, hogy hogy csinálom, és én hiába mondtam ugye az átlag gondolkodású embernek, hogy nem én csinálom, hanem az univerzum rajtam keresztül csinálja meg ezeket az eseményeket, én csak megengedem, hiszen megengedő állapotban vagyok, mert a karmikus hitrendszereimet és a mintázataimat olyan szinten sikerült ledolgoznom, hogy csak el kellett fogadnom azt, ami történik. Természetesen ez a csak el kellett fogadnom, ezelőtt nagyon-nagyon sok munka volt itthon, meditálással és forrás emléktisztítással, de nem azzal töltöttem az időt, amit az átlag gondolkodás szerint az emberek gondolnának, hanem egy teljesen más folyamatba álltam be, és ettől lett olyan sikerélményem, hogy a 8 hónap alatt olyan teljesítményt sikerült a kezdő vállalkozásommal elérnem, mint aki ott van már 10 éve. Tehát, hogy ez számomra
Abszolút bizonyítéka volt annak, hogy nagyon is van értelme annak, hogy én minél többet tisztítom magam belül, annál több helyzet, lehetőség áll a rendelkezésemre abba az irányba, amerre én szeretnék menni. És mivel én konkrétan a szüleimtől is azt láttam, hogy ők nagyon szorgalmasak, és ezt a szorgalmat ezt én is hozom tőlük. Igaz, hogy én más felé vezetem a szorgalmamat, mint amerre ők vezették, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ezt láttam tőlük, hiszen ezt a fajta szorgalmat én abba fektettem be, hogy a karmikus mintázataimat és a hitrendszerémet lebontsam a forrásemlék tisztítással, karmikus forrásemlék tisztítással, illetve a szamádi meditációval. Rengeteget voltam szamádi állapotban, hiszen a szamádi meditációval egy olyan élménybe kerülünk, ahol az elme fölötti állapotot tapasztaljuk meg, az egység élményt, és azt a fajta semmihez sem hasonlítható gondolkodást, ahol elfogadom önmagamat és másokat is úgy, ahogy vannak, hiszen pozitív hormonok termelődnek a szervezetemben, a feltétel nélküli szeretet, ugye az oxitocin termelődik, és a gondolataim is abba az irányba terelődnek, hogy én csodálatos vagyok, és nem csak én, hanem a környezetem is csodálatos. És mivel nagyon-nagyon sok sejtünk van, és a sejtjeink az őseinknek az információit is tartalmazza, tehát ott rezeg bennünk az ő karmikus hitrendszereik, gondolataik, mintázataik, ezért ahhoz, hogy változás legyen, valóban nagyon-nagyon sokat kell meditálni, hiszen néhány meditáció nem lesz elég ahhoz, hogy ezt a sok sejtinformációt, ezt felülírjuk. Úgy kell elképzelni, vagy legalábbis az én tudatomban úgy van ez a folyamat, hogy ugye minél többet meditáltam, a meditáció annál jobban lazította fel a tudattalan elmémet, amihez ugye hozzá tudtam férni az információkhoz, illetve ugye szorította ki a sejteimből a nehéz érzéseket, gondolatokat és negatív mintázatokat. Ezáltal, hogy minél többet meditáltam, a karmikus forrásemlék tisztítás már nagyon-nagyon könnyen és gyorsan ment. Mindennek az alapja a szamádi meditáció. Na most ezek a gondolatok jártak reggel a fejemben, és ehhez kértem a lapokat, és mint ahogy látjuk is, ezt a két lapot kaptam, ugye az unikornis kártyacsomagból a repülést, vagyis enged szárnyalni alkotó képzeletedet, ezt a kártyát kaptuk, ami ugye annyit jelent, mint amit én itt elmondtam, hogy egyszerűen tanuljunk meg repülni, tanuljunk meg hinni, tanuljunk meg bízni abban, hogy a szívünkben vágyott élet elérhető, és hogy nagyon sok ugrást kell megtenni, úgy, hogy nincs alattunk semmi. Már amikor én nem szálltam ki az autóból, és akkor is hoztam egy döntést, hogy olyan ugrást csinálok, ami alatt nincs biztosító kötél. Mert a biztosító kötél abban volt, hogyha kiszállok az autóból, és megteszem azokat a fizikai lépésekben lévő cselekedeteket, amikhez az átlag tudatszintű ember, amihez én is hozzá voltam szokva. De amikor meghoztam a döntést, én egy olyan hálóra, olyan ugrást csináltam, amikor nem volt alattam háló, és nem tudhattam, hogy mi lesz. Mondta egy indiai férfi, hogy ez egy jó megoldás, ez egy jó kivezető út, hiszen ő is így érte el a dolgokat az életében, és én a zsigeri élményem az volt, hogy higgyek neki, és nagyon boldog vagyok, hogy hittem neki, hiszen megtehettem volna azt, hogy kiszállok, és erőből elérem azt a célt, amit el lehet. Én láttam kollégákat, akik erőből elérik a céljaikat, egy nappal téve dolgoznak, és ki kell könyökölni sokszor a másikat ahhoz, hogy siker legyen, mert hogyha már az elméjével úgy gondolja, hogy beletett ennyi munkát, akkor legyen már győzelme, és azért a végcélnél mindent meg fog tenni. De ez a karma joga, ez arra ösztönöz, hogy repüljél, hogy a fantáziát segítségével tervezzél merészen,
és hogy bízál abban, hogy az égi vezetés alatt állsz, és meg fognak történni azok a dolgok, amit szeretnél. Most természetesen én nem egy vakmerő ugrásra bíztatok senkit sem, hanem ez egy ide eljutni, egy komoly felkészítő munka. Nekem is voltak felkészítő lépések, hiszen intuícióból nagyon sok lépést már megtettem előre, hogy ez megtörténjen, de amikor biztosan érzed a szívedből, hogy ez egy jó döntés, akkor nem szabad és nem is kell hezitálni, hiszen minden össze fog zárni alattad és mögötted, és azt is tudomásul kell venni, hogy vannak rossz döntések, amik nem feltétlen vezetnek jó irányba, de a tapasztalásokra mindenképp szükségünk van. Ha nem tapasztalunk, akkor nem fogjuk megérteni és megtudni, hogy milyen erősek vagyunk, hiszen erre mindenképp szükség van. A második lapon pedig a pihenés lapját kaptuk, ugye keményen dolgoztál eddig, most eljött a pihenés ideje, most ez a lap, ez arra bíztat minket, hogy öleljük át magunkat gondosan, és a tükörben mondogassuk magunknak azt, hogy szeretlek, megígérem, hogy tisztelettel és kíméletesen fogok bánni veled, hiszen megérdemled, csodálatos vagy. A karma jóga és az a fajta szemlélet, amit én a mesteremtől tanultam, az mind ebbe az irányba terelt engem, és én ez alapján is élek. És még egyszer mondom, hogy a legnehezebb időszakokban, abban, amikor mindenki azért küzdött, például ott az ingatlan értékesítésnél, és hogy legyen ingatlan, legyen bevétel, és valahogy a nehéz holdpontokat át vészeljék, hogyan lehetne kitaktikázni, hogy ez változzon. Én azokban az időkben kirándultam, és közben meditációt hallgattam, és azzal töltöttem az időmet, hogy önmagamat szeressem, és hogy egy olyan békés, nyugodt állapotba hozzam önmagam, amivel teljesen lecsendesedett elmét tudok elérni, és minél kevesebb a gondolat, minél csendesebb az elme, annál jobban meghalljuk a saját belső hangunkat, és el tudunk érni azokhoz a helyzetekhez és eseményekhez, amik a mieink, amik az életutunkon jelen vannak, és valójában csak oda kell érte nyúlni, és minden meg fog történni. Ehhez hitre van szükség, merész ugrásokra van szükség, arra van szükség, hogy meditáljunk, hogy ismerjük a karmának a törvényét és dinamikáját, hogy ismerjük a karmikus forrás emléktisztítást, ezt az egész milliót, amivel tényleg egy nagy fordulatot lehet hozni az ember életében, akkor, hogyha kitartó és szorgalmas, és gyakorolja a technikákat, és fölfelé kezd el élni a szeretet felé, önmagát is egy olyan szeretet burokban tartja, ami nem függ a földi világtól, miközben a földi világ bőségét éli meg. Talán ez érthető, hiszen mindannyian arra születtünk, hogy bőségben éljünk, és az életünknek minden területén, az anyagi téren, a kapcsolatainkban és az egészségügyi téren is, úgyhogy ez mindenképp cél kell, hogy legyen mindannyiunk számára ez a bőségérzés, és ne is mondjunk le róla, hiszen a vágyaink, amik a szívünkben vannak, akár mi is a vágyunk, vagy csodálatos piros autó, vagy az, hogy karmajóga tanár legyél, vagy az, hogy neked luxus házad legyen, vagy csodálatos érzelmeken alapuló párkapcsolatod, akkor ne is mondjunk le róla. Tehát afelé kell menni, ami a szívünkben vágyott élet, és meg is fogjuk kapni, hiszen ha foglalkozunk a belső hitrendszereinkkel, a tudattalan elménkkel, akkor azt az életet fogjuk élni, amiért leszülettünk. Ma ez volt a teremtőerő aktiváló videómban a téma, és bízom benne, hogy segített nektek abban, ahogy az önszeretet felé mennyire fontos elindulni, hiszen ha szereted önmagadat, akkor tudsz másokat is, és akkor tudsz olyan
eseményeket és embereket bevonzani magadhoz, amik előre fognak vinni téged a vágyott életed irányába. Ehhez még egyszer mondom, hogy a karma törvényi dinamikáját és forrásemléktisztítást fontos ismerni, a szamádi meditációt, hiszen ezek nagyon-nagyon-nagyon gyorsan tudnak változást hozni az életedben. Átlagos tudatszinten nem érsz el ilyen gyors változást. Szeptember 23-án, 24-én és 25-én lesz Karma Yoga 1-es szint workshopom. Szeretettel várlak bennetek. Fontos, hogy azt is tudjátok, hogy aki augusztus 15-ig regisztrál, annak jelentős kedvezménye van, és van az árban egy 35 ezer forint értékű egyéni karmikus forrásemléktisztítás, ahol megtudhatod, milyen kincsekkel, milyen energiákkal érkeztél a születésed pillanatában, mi az, ami segít neked az életutadon, mi az, ami segít neked az életfeladatod megvalósításában, milyen viselkedés mintád van, és hogy erre hogyan tudod építeni rá azt a fajta életet, amivel most elindulsz, és meg fogod magadnak teremteni. Szeretettel várlak minden programomra benneteket, jó munkát kívánok, és csodás napot. Minden jót nektek. Sziasztok!